Miközben a felnőtt válogatott átcsoportos VB-re tart, egy erdélyi gyökerű fiatal magyar égkorongozó amerikai tapasztalatok macmult és Finn kaland birtokában az NCAA-be, az az amerikai egyetemi bajnokságba igazol. Erős Zoltánt, hoki és tanulás duójáról kérdezem már is. Szia, jó reggelt kívánok! Ja, jó reggelt. Zoli, annak idején mi ragadott meg téged az amerikai hokiban, mert ugye voltál te már ott egy év bentlakás farmcsapatjáték, szóval, hogy akkor egyáltalán ezt az amerikai életet és hoki életet milyennek találtad az európai poronthoz képest? Hát azelőtt, hogy első évben kimentem volna Amerikába, így nem is nagyon tudtam erről, hogy milyen jó szintű egyetemi bajnokság van Amerikában. Ugye az, addig mindig az volt a cél, hogy profiok is legyek, de ott, hogy megismertem ezt a közeget, és láttam, hogy ötből négy hok is először egyetemen szeretne játszani, hogy lediplomázni, és esetleg utána a profiok is lenni, utána ugye hozhat egy döntést az ember, hogy a diplomából akar megélni, vagy akár a hokiból. És uh, én úgy éreztem, vagyis így a karrierem során a tapasztalatokkal rájöttem, hogy uh, a hokira nem lehet mindent feltenni, sem emellett fontos a diploma is. Aha, és akkor azért jött jól neked ez, a, ez az amerikai lehetőség, és azért kezdtél erre felé törekedni, miután felépült és sérülésből, ugye, yeah, maznál újraépítetted magad, hogy, hogy legyen meg mind a két lehetőség ebben. Igen, Na Igen. most ugye, más sporták hasonló játékosaival is beszéltem már, akik ugye az ncaa be szerződtek, és például volt olyan kosaras lány, aki azt mondta, hogy neki a sport nem cél, hanem eszköz, vagyis a sportudással révén amerikai egyetemi diplomához jut, és aztán majd jó körül között tud ő kosarazni. Nálad melyik van előbb diploma és valami jó civil élet megalapozása, vagy pedig az élsport? Hát én semmiképp nem így gondolkozom, vagyis én úgy megyek oda, hogy négy év jó szintű hóki után szeretnék mindenképp profi lenni, akár ott Amerikában, vagy akár itt Európában egy jobb profi szinten. Tehát első a hoki, és Igen, mellette legyen Igen, diplomát. Mindenképp. Az is fontos. Na most mindenképpen Amerikában szeretnél utána maradni? Az lenne az elsődleges cél? Hát nem feltétlenül, jó, attól függ, hogy ott négy év után milyen szintre tudnék elhelyezkedni. Uh -huh. Most az NHL az egy nagyon nagy álom, de úgy érzem, hogy alatta egy-két ligával, mondjuk AHL vagy LCHL, az egy reális cél lehet. Igen, mert ezt nézzük, hogy azért ugye te az amerikai egyetemi bajnokság második osztályába szerződsz, szóval onnan azért az NHL elég távol van, viszont Amerikában vannak még harmadvonalveli profi csapatok is, ugye Super Levente is ilyenben védett. Mi lehet számodra a realitás egy jó NCAA alapozás után? Hát ugye én most a második legmagasabb egyetemi szintre fogok menni, és célom az, hogy mondjuk egy-két szezonon belül akár felkerüljek, a, hogy eltranszferáljak egy másik egyetem, az amelyiknek mondjuk Divizió 1 es sokja van. És Divizió 1-ből mondjuk az AHL az egy jó cél, és akkor onnan mondjuk feltornász az NHL-be akár, de mondjuk egy stabil AHL vagy ACHL-es hely, ami még egy az AHL alatt van, az egy jó megélhetést tud biztosítani. De mondjuk, hogyha az ember egy AHL-es szint közelébe eljut, akkor azt, ha visszafordítjuk Európába, vagy akár itt van, az mit jelent, hogyha mégiscsak haza akar igazolni? Hát úgy érzem, hogy akkor ebbe, -ebbe mondjuk, vagy akár egy német bajnokság, olasz bajnokság oda el lehet kerülni. Neked ehhez képest mit adott a, a skandináv iskola, mert ugye volt finnországi szezonod és kitérőd is, és most elsősorban a hoki stílus vagy tudás szempontjából Amerika, illetve Skandinávia. Hát az a finn szezonom, a, így a fejlődésem során egy nagyon jó állomás volt, ott úgy érzem, hogy azt az évben tanultam a legtöbbet, vagyis abban az évben fejlődtem a legtöbbet téren. Ugye abban az évben picit így az iskola háttérbe szorult, mert magántanuló voltam itt Budapesten, a Kölcsei Ferenc gimnáziumban, sportosztályban, és uh, tényleg ott csak a hokkira koncentráltam, így stílusban azt mondanám, hogy a Európában finn jár, legközelebb az amerikaihoz, tehát ugyanúgy ütközős, gyors, agresszív hokki, de azért még megvan benne a szépség, ami mondjuk egyre hiányolhatóbb a az amerikai okiból, de ugye látjuk, hogy ez a, az agresszív ütközös oké a legeredményesebb. No, egyébként voltak-e választási lehetőségek, tehát hogy alakul ki egy olyan döntést, végül is Maine állam egyik egyetemét választott, hóban nem lesz hiány, nek hidegben arra felé, persze jó, a ki csarnokban játszák, lehet most már a trópusokon is, de milyen alternatívák voltak még? Uh, úgy indult ez az, az egész, hogy összeraktam magamról egy bemutatkozó e-mail, plusz videókat gyűjtöttem az idején és az elmúlt szezonokból, plusz a statisztikámat összegyűjtöttem, és ezt elküldtem olyan egyetemi edzőknek, amik mind az NCAA be vannak, és volt köztük divízió 1-es is, többnyire divízió 3-ak, mert az volt a, a reálisabb, mivel így tisztában vagyok a szintekkel, és sok divízió 1 is, meg divízió 3 is tárgyaltam, de végül így májushoz közeledve lett 5 NCAA divízió 3 szintű egyetem, onnan el fogadva az iskola részről is, plusz az edző is akart, és így a döntésemet az is befolyásolta, hogy NCAA-ben nem lehet teljes ösztöndíjat kapni sporta, vagy egyáltalán nem lehet sporttal ösztöndíjat kapni, hanem a tanulmányokkal de ugye ezt az edző tudja befolyásolni, tehát hogyha egy játékos kell a hoki csapatba, akkor tudja azt befolyásolni, hogy a tanulmányaiért egy magas ösztöndíjat kapjon. Jó vizsgázni nem tud helyette, de... Hát az a... biztos, tehát emellé kellenek jó vizsgapontok, de megkaptam mind az öt egyetemnél a maximális ösztöndíjat, amit egy európainak tudnak adni, és Emellett nagyon jókat hallottam a Szadörményről. Még egy fontos befolyásolt tényező volt, hogy annak, amikor az Évan Old farms tanultam, tehát ez volt az első éve Amerikába, akkor az akkori szobatársam édesapja, aki mellékesen a New York Islandersnek a főedzője, ő is, tehát a srác ide járt egyetemre, mondta, hogy nagyon jók a hoki körülmények, egyre jobban fejlődik a hoki programjuk, és a, mellett a suli is nagyon jó, tehát ez is egy fontos tényező volt nálam, és akkor így a sok pozitívum mellett. Mit fogsz tanulni mellett, egyébként? Tudtam. Úgy van, hogy az első év az ilyen általános, tehát akkor még nem kell szakot választani, lesznek így mindenki mellé, kineveznek egy tanárt, aki így segít az első év alatt irányt választani, és jelenleg az opciók közül a biznisz meg a menedzsment, ami a legszimpatikusabb, aztán számott eldől. Na most azt mondd meg, hogy onnan hogy néz ki abból az életből a, az elképzelt karriered mondjuk a magyar ékorongban itt van a természetesen ugye a válogatottban is vannak légiósok a, a felnőtt válogatottban, te ugye, játszottál az utánpótlásba. Kaptál egy komoly alapot most az induláshoz a MACnál. Szóval hogyan lehet visszajátszani magadat a, a hazai közegben, miközben kint tanulsz évekig? úgy érzem, hogy mindenki követi ugyanúgy ott is a bajnokságot, és hogyha tudok, meghatározó játékos tudok ott lenni, és stabilan játszok, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy kiérdemlem azt, hogy beívjanak egy válogatott bőkeretbe, aztán ott majd eldől, hogy ki tudom-e harcolni a helyemet. Uh -huh. Egyébként itt az itthoni szakemberek közül kik egyengedték, kik voltak a fontosak a pályafutásod szempontjából, kiknek köszönhetsz a legtöbbet? Hát legelőször, amikor 14 éves voltam, akkor egy u 16 válogatott összetartás, a Marton Tibor volt az, aki megkeresett a MAZ-tól, hogy nem akarok csicsérdába ideigazolni a machoz. Aki ugye most a lányokat fölvitte? Igen, igen, igen. És négy a nál tényleg csak olyan edzőim volt, akinek nagyon sokat köszönhetek, annó a finnországi sérülésem után Fodor Szabolcs és a Majros Gerge, ők voltak annó az úsz válogatott edzők, és szó nélkül megengedték, hogy amikor tudtam lábadozni, akkor mehessek égre velük. És még akit kiemelnék, az Glenn Williamson, ő volt az u 18 as válogatottban az edzőm, és ő volt az, aki mindig tudta, hogy egyetemen szeretnék hokizni, és fontos tanácsokkal látott el, hogy mik a teendők, hogy beszéljek edzőkkel, hogy kerüljek kapcsolatba velük. Uh -huh. No, hát akkor indul majd a kaland, de fogsz te még az elit honhokízni, nem? Hát szeretnék mindenképp. Hát Mindenesetre sok sikert most ez is, akkor meg ahhoz, hogy legyél szem előtt, és jó sikerüljön a történet, és aztán a válogatott, az utánpótlás, majd a felnőtt is számításba jöjjön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Na, köszönöm szépen a